Sziasztok, bemutatkozik, Harangozó Gábor vagyok. Több mint 15 éve foglalkozom fejlesztéssel, az elmúlt 3 évben foglalkoztam szorosabban WordPress és GVT-vel. Mivel most WordPress lesz a tananyagunk, ezért arról fogok egy kicsit beszélni. Nézzétek el nekem, ha egy kicsit megakadok, ekkor előadást még nem tartottam. Tartottam már több kisebbet, hogy egy kicsit még én is izgulok. És sajnos annyi időm sem volt, amennyit én szerettem volna a fölkészülésre. Először is csak lenne egy kérdésem, hogy ki az, aki foglalkozott WordPress-szel, akár fejlesztői szinten, tehát nem tudom, egy kézfeltartás, hogy nagyjából tisztában legyek, hogy mennyire jó, fejlesztői szemmel. Jó, az előadás egy része fejlesztőknek szól inkább, de aki nem fejlesztő, az annak is nagyon hasznos lehet, hisz inkább UI felületen fog bemutatni bizonyos dolgokat a WordPress részéről. Amit persze kódba is meg lehet oldani, de az UI felületek pont ezt váltják ki, hogy ne kelljen programozni mindig mindenkinek. Egy kicsit a WordPress történelméről. Ugye a WordPress nagyon régóta létezik. Először blogmotornak indult, de az elmúlt években erős CMS oldala is kifejlődött. Ezáltal nagyon sokan használják. Nagyon egyszerű és kompakt, hogy használtátok, akkor tudjátok. Könnyen telepíthető, aki nem ért számítógép, az is nagyon könnyen tudja kezelni, és weboldalak itt is föl tud vele húzni. Nem véletlen az, hogy a mai statisztikák szerint többszörösbe veri az összes open source CMS-t felhasználási szinten. Jó. Mielőtt tovább megyek, a WordPress mai szemmel miből áll? Egy weboldalt általában hogy építünk föl? Először mindig szemantikailag kéne, hogy fölépítsük tartalmilag. Tehát, hogy milyen tartalmaink vannak, hírek, szolgáltatások, egyéb hasonló, ugye menüpontokat fölépítjük, és ezáltal ezt a WordPress nagyon jól támogatja. Mit értek ez alatt? Manapság biztos hallottátok ezeket a fogalmakat, hogy custom field, custom type, meta fields, egyéb hasonló dolgok. Ezt a WordPress támogatja, és maga a WordPress is így épül föl. Tehát például a csatolmányok, az is egy poszttípus. A média elemek, azok is poszttípusként tárolódnak. Ezekkel mi nagyon könnyen tudunk weboldalakat építeni, és a WordPress nagyon sok minden támogatást nyújt ebbe. Ugye beszéltünk a poszttípusokról, vannak a taxonómiák és a metafieldek. Ezen három dologból épül föl a WordPress tartalmilag és szemantikailag igazából. Vissza fogunk térni ezekhez a fóliákhoz, és kicsit részletesebben beszéljük gyakorlati példákon keresztül. De most ugranék egy picit WordPress-be, mégpedig a fontosabb API-okat csak úgy gyorsan szemügyre vennénk. Ugye mindent körülölel a legnagyobb API, az a database API, tehát az adatbázis kezelés. És ha menjünk tovább, akkor láthatjuk rögtön a metadata API-t. Általában ugye ez a user meta, tehát user adatok, post adatok és a comment adatokat tartalmazza. Ugye van egy shortcode API-unk, ezzel már mondom, mindenki találkozott shortcode-dal, ez a WordPress sajátossága. Ez egy egyszerű API ahhoz, hogy a tartalom szerkesztő is tudjon megjeleníteni bizonyos extra tartalmakat, vagy akár JavaScript-es elemeket, annélkül, hogy programozni tudna. Ez a programozó tud shortcode-okat létrehozni, persze erre is léteznek UI pluginek. Menjünk tovább, ugye van egy Options API-unk, ezt inkább a plugin programozók használják. A különböző beállításokat lehet egyszerűen letárolni, lekérdezni. Van a Widget API, ezt szerintem már mindenki használta, akár a tudtán kívül. Ugye mai világban sidebarokkal és widgetekkel dolgozunk, és szeparáljuk a területeket a weboldalakon. Ezért a widget API nagyon fontos mindenki számára. Van a plugin API. Ezt nem nagyon feszegetném, ebből két kisebb rész az actions és a filtereket, amiket szeretnék egy kicsit jobban feszegetni. Ami számunkra fontos teamfejlesztőként, vagy weboldal, sima weboldal készítőként is. A WordPress azt mondja, hogy lehet reagálni bizonyos eseményekre, vagy bizonyos adatokat megszűrni. Az Actions API az a reakció. Tehát azt mondjuk, hogy elindul a WordPress, betöltődik a weboldal, és bizonyos pontokon azt mondja, hogy történt egy akció. Tegyük föl, kiraktam a headert.
És erre mindenki reagálhat, és hozzáteheti a saját dolgait. Így tesszük hozzá stíluslapokat, JavaScripteket, egyéb hasonló dolgokat a headerbe. De ugyanúgy a filters-szel például van egy the title, biztos találkoztatok vele, általában a posztnak a title-jét nyomjuk ki. Na most ez is egy filteren keresztül fut be igazából, és ennek az a lényeg, hogy elindul egy programrészlet, azt mondja, hogy lekértem adatbázisból a title-t. De mindenki, aki feliratkozott a szűrőre, azon végigküldi sorba egymás után, és mindenki belemódosíthat. Egyszerű példával, például amikor letöltötök valami social plugin-t, és azt mondja, hogy én berakom a gombokat mindig a content alá, akkor az például a content filtert fogja meg, és azt mondja, hogy mindegyik végére odarakja a kis social gombokat. Jó? Menjünk tovább. Igen, én összeállítottam egy kisebb feladatot. Sokat filoztam azon, hogy mennyire legyek gyakorlatias és mutassak programot, vagy beszéljek csak végig, vagy akár kódrészleteket, vagy dokumentációt. Öntöttem, hogy kicsit ilyen vegyes lesz, tehát kitaláltam egy nagyon rövid általános feladatot, és ezt megmutatnám, hogy hogyan lehet WordPress-ben nagyon gyorsan létrehozni. A feladat nagyon egyszerű, azt mondja az ügyfél, hogy szeretne híreket, ami az alkalom adtán szeretne képeket beállítani, csatolni. Szeretne a híreket címkékkel csoportosítani. Bizonyos esetekben szeretne három tabot megjeleníteni. Most képzeljünk egy sima tabra, jQuery UI-osra mondjuk. No, ez egy tényleg szerintem egy nagyon általános feladat. És akkor ezt hogyan is tudjuk megvalósítani? Megyünk lépésről lépésre. Azt mondja, hogy először szeretnék híreket, amihez szeretnék képeket beállítani. Itt álljunk meg az első mondatnál. Most rossz helyre került. Akkor először azt mondom, hogy nekem létre kell hozni egy hírek poszttípus, tehát tartalomtípus. Inkább nevezzük így magyarul, hogy tartalomtípus talán jobban is hangzik. Egy hírek tartalomtípust. Ehhez ugye mi kéne? Nem ártana a SEO szerint URL-be látszódna, hogy híreknél vagyok. Szeretném azt, hogyha ezt akár külön template fájlokkal kezelhetném, és az egész rendszer külön kezelni, és nem ömlesztve. Rengeteg kezdőnél, meg rengeteg weboldalnál látom azt a hibát, hogy megfogják és elkezdik használni a bejegyzés, és kategóriával, címkével mindent csoportosítanak. Na most, amikor ez 15 000 bejegyzés van, pont most láttam egy ilyen oldalmigrást, akkor ez eléggé kezelhetetlenné válik. Ezért én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy is működik a posttype kezelése, a tartalomtípus kezelése a WordPress oldaláról. Aki programozni szeretne, annak a Register Post Type függvényt kell meghívnia. Az argumentumokról egy picit fogok beszélni, a fontosabbakról, viszont már a függvényt nem mutatnám be, hogy hogyan működik, hisz ezt egy UI felülettel szeretném bemutatni. Fontosabb paraméterei az argumentum tömbbe, ami számunkra fontosabb lehet, az első az a public. Amit nagybetűvel jelöltem, azok a default értékek. Jó? A public az azt jelenti, hogy látható, tehát hogy nyilvános. Létrehozhatok, és bizonyos esetekben szükség van olyan poszttípusok létrehozására, amit azt mondom, hogy nem szeretném, ha látnának a rendes weboldal látogatók. Ezzel tudom állítgatni. A header hív az annyit jelent, hogy a WordPress gyárt lista nézetet, vagy nem. Gondoljunk egy hírekre. A híreket ugye mindig általában menjünk a weboldalra, rányomunk a hírekre, akkor látjuk felsorolva csak egy rövid tartalmat. Ez a lista nézet, ez hívja archív nézetnek a WordPress. Ugye ez jár lapozó, egyéb hasonló. Hierarchikál, ezt már nagyon ritkán használjuk, ezt régebben használtuk, és az elmúlt 3 évben nem is volt arra tapasztalatom, hogy nekem ezt trúra kellett volna állítani. Ez annyit jelent, hogy egymás alá besorolhatom a poszttípusokat, mint amikor a kategóriákat látjuk, hogy szintek vannak. Ugyanígy megtehetjük ezt a posztokkal is, de mondom, nekem nem volt eddig rá szükségem soha. És van egy RevWrite beállítás is, ezzel magát az URL-ben megjelenő paramétert adhatjuk meg. Alapjáratban odaírtam, hogy look default name, tehát a poszt neve, ami lesz, mindjárt látni fogjátok, azt állítja be a WordPress alapból. No? Akkor nézzük meg ezt plugin szinten, hogy ez hogyan is működik a valóságban. Egy picit visszalapozok, előbb itt volt egy segédletek, azért mondtam, hogy rossz helyre tettem, mert én azt mondtam, hogy két plugin-t ajánlanék erre. Kicsit visszatérek ide, mielőtt megmutatom. Az egyik lesz az Advanced Custom Fields. Hát ez egy kb. 2-3 éve létező plugin, eléggé kiforrott a WordPress részéről. Nagyon jól támogatja a cache-elési API-t is. Nagyon sok fajta field van hozzá, nagyon könnyű programozni, és nagyon jó használni, hogy látjátok majd.
A másik plugin az egy nagyon egyszerű post-type készítő plugin, ami ad egy UI-t. Nagyon sok olyan plugin létezik, ami a kettőt ötvözi. Tehát ha rákerestek, akkor biztos, hogy találtok ezernyit. Én saját tapasztalatom szerint szeretem különvenni ezt a kettőt, és nem találtam még olyat, ami egybe adná ugyanazt, mint ez a két plugin külön-külön. Akkor most ugrok ki. Ide. Ha bekapcsoltam a Custom Post-Type UI plugin-t, akkor itt megjelenik egy ilyen CPT UI nevezetű menüpont, aminél azt mondom, hogy nyomok egy new-t. Ketté fog osztani a képernyő, ugye itt tudnék taxonómiát hozzáadni, itt poszttípust. No, azt mondom, hogy le is írja nekem angolul, hogy ez maximum 20 karakter lehet, ne tartalmazon nagybetűket, space-t, egyéb hasonlót, tehát ez az URL-be fog kerülni. URL biztos legyen. Azt mondom, hogy hírek lesz a neve. Ez a label, ez általában az adminom vagy különböző helyeken fog megjelenni. A WordPress használja föl. Itt látunk két legördülő panelt. Az egyik az Advanced Label Options. Amennyiben szükséges, hogy átírhatjuk, itt látjuk a szokásos parancsokat, átírhatjuk, hogy mi legyen a végén belőle. A WordPress ez alapján fogja betenni a különböző felületeken, tehát ezt fogja felhasználni a poszttípushoz. Ami számunkra igazából az érdekesebb, az ez a panel, Advanced Options. Ugye itt látjuk a beállításokat, amiket mondtam. És itt szépen elkezdjük beállítgatni, amiket szeretnénk. Ugye azt mondtuk, hogy legyen egy poszttípusunk, tehát egy hírek legyen, ugye akkor ez volna hozza magával azt, hogy ez publikus lesz. A Show UI az adminra vonatkozik, jó? Hogy megjelenjen az admin panelen vagy nem. Ugye egy híreknél evidens, nem írtam bele például, hogy legyen lista nézete. Tehát azt mondom, hogy van archív nézete. Kizárhatom a keresésből, ha akarom. Capability types, erről inkább most nem beszélnék, ez a jogokkal van kapcsolatban. Ez egy picit más ág. Ugye nem szeretném hierarchikussá tenni, szeretném, hogyha a RevWrite képződne, tehát a rövid URL-je, vagy SEO-s URL-je, ahogy szebb képződne. Ugye itt el is mondja, hogy default post-type name, tehát nem kell ide beírnom. Itt felhívom a figyelmet mindenkinek, hogy bizonyos esetekben előfordul, hogyha egy poszttípus létrehoztunk, utána kitöröltük, visszaraktuk, akkor már be kell írnunk ide nekünk kézzel, meg kell adni a WordPressnek. Nem mindig jól frissül a RevWrite API-ja, nagyon ritka esetben fordul elő. Tehát kb. 3-szor kellett eddig beírnom, ilyet az elmúlt 3 év alatt. Ez a with front, ez megint RevWrite-ra vonatkozik, ez a query var is. Itt be tudnánk állítani, hogy a menübe itt milyen pozíciója legyen, tehát hogy hol legyen a menübe, adhatunk menüikont, és itt vannak különböző supports-ok. Ez a másik érdekessége a poszttípushoz. Ugye azt mondja a WordPress, hogy alapból ad mezőket és mezőtípusokat nekem a poszttípusokhoz. Az egyik ugye a title, tehát hogy címe van egy poszttípusnak. Az editor az maga a content. Excert ugye kivonat, nem kell nekünk. Trackback az átlagos blokkhoz kell, visszakövetés nem kell. Ez a custom fields, ezt nem tudom miért hagyták benne, senki nem használja. Ez igazából egy metabox, ami custom fields neve, valami senki nem használja. Kommentet nem szeretnék, ugye? Revíziót szeretnék, tehát szeretném, hogy kövesse a változásaimat. A featured image az a kiemelt kép, ha így jobb. Tehát ha általában magyarul használjuk a WordPress-re, legtöbb ember szerintem, ez a kiemelt képként van, itt be tudom kapcsolni, ehhez még majd tennünk kell valamit, hogy ezt tényleg lehessen képet hozzá csatolni, de a WordPress ezt is megteszi nekünk. Ugye az outfor az az, hogy ki készítette, page attributus, attributis, több beszélem, igen, meg post formats, azok nekünk most nem kellenek. Nem is nagyon részletezném, hogy mi pontosan, aki használt WordPress, az tudja egyébként szerintem, hogy mik a posztformatok. Inkább blogpost típusú posztoknál szoktuk használni. Szóval, hogy ezt én elmentem. Ennek mi lett a hatása? Megjelent itt rögtön egy hírek. Látjuk. Ki tudom listázni az adminon. Már lesz benne egy pár hír, mert én már egyszer itt hoztam a hírtípusra, kitöröltem. Hozzá tudok adni új hírt. És amit kértem tőle, van title-ja, van contentje, van kiemelt képe, és semmi más szerzője. Kódból a kiemelt képhez sajnos kell még valamit csinálnunk. A teambe, vagy ha egy plugin-t írunk, akkor ezt
Ezt a függvényt meg kell hívnunk, ez a Team Supports nevezetű függvény. Ez arra szolgál, hogy bizonyos supportnak nevezi a WordPress, nem tudom miért, supportokat, tehát támogatókat bekapcsoljunk a poszttípusainkhoz, ugyanúgy a posztformathoz is kellett volna egy ilyet hívni, ha szeretnék. Van egy pár funkció, amit már így fejlesz bele a WordPress gárda, nem tudom miért. Ezt így meghívjuk, innentől kezdve a poszttípusaink támogatni fogják a kiemelt képet, ha bekapcsoljuk. Jó, nézzük meg ezt felületen, hogy mi történt. Én már itt létrehoztam egy hírek menüpontot. De ugye azt mondtuk, hogy van archív nézete. Tehát akkor ezek szerint van lista nézetünk. Gondoljátok, vagy van rá kérés, akkor szívesen kikapcsolom, és megmutatom, hogy abban az esetben kikapcsolom az archív nézetet, erre az URL-re hibát fog, 404-et fog dobni a WordPress. De ha megfigyeljük közbe, akkor a poszttípus neve itt az URL-ben. Ugye ez már SEO szerint szemantikailag is nagyon jó tud lenni. Ha megnyitok egy hírt, akkor látjuk, hogy URL szinten megint jól képződött. Tehát WordPress megint elintézett nekünk egy csomó dolgot. Jó? Template készítés oldaláról, ha lesz időnk, akkor fog bemutatni egy-két dolgot. Annyit fűznék hozzá, hogy általában megvett templétek, hogy tehát amit nem egyedileg egy programozó készít most külön a projekthez, azok a templétek ezeket a poszttípusokat jól fogják megjeleníteni. Igaz, hogy valamilyen séma szerint, de jól fogják megjeleníteni, hisz ugyanarra épül a WordPress. Csak az egyik helyen mondjuk posztnak hívom, a másik helyen híreknek fogom hívni. Erre egy nagyon gyors egy képet mutatnék. Én nagyon szeretem a WordPress dokumentációnál ezt a képet. Van egy ilyen kép, ezt rengeteg embernek mutogattam. Ez a WordPress template betöltését mutatja meg. És ennek az a lényege, ezt most csak azért vettem elő, hogy megmutassam, ha tegyük föl, itt vagyok, sem tudok balról jönni, de jó. Tehát bejön, elindul valamelyre, azt mondja, mondjuk, hogy le akarok kérni egy hírt mondjuk. Ha annak akarok csinálni egy külön template fájlt, akkor azt mondom, hogy single post név neve, tehát single kötőjel hírek. De ha ez nincsen kész, akkor a WordPress megy tovább, és valóban mindenféleképpen be fog landolni. Ez biztosítja azt, hogy ha a template nincs is fölkészítve külön post típusokra, akkor is megjelenjen, és valamilyen módon azért jól jelenjen meg. Ha lesz időnk a végén, akkor erre vissza fogunk erre a képre térni, és egy kicsit többet beszélgetünk. Ezt nagyon ajánlom mindenkinek, elmondja a WordPress egész template betöltését, és hogy mit, milyen fájlokat, milyen név szerint. Tehát 3 év után mai nap előveszem én is, és megnézem. Ja, mindig vissza akarok menni. Ugorjunk vissza, menjünk tovább. Ugye ezt itt átlapozzunk. Átugrunk a taxonómiákhoz. Egy nagyon egyszerű kérdésem lenne. Tudjátok-e, hogy szó szerint mit jelent a taxonómia szó? Nagyon sok emberben azt hiszem, hogy nem tudja, mit jelent, ezért nehezen tudja elfogadni azt, hogy ez hogy működik, és mi lehet ez a taxonómia. Tudom, nagyjából csak ilyen fejbólogatással. Nagyon egyszerű szó, rendszertan. Ha így gondolunk erre, tehát a taxonómiák azok mindig valami rendszerezők akarnak lenni. A WordPress kétfajta taxonómiát biztosít erre nekünk, a címke alaput és a kategória alaput. Ugye? Igen, itt a hierarchikállal tudunk váltani a között, hogy címke legyen, vagy kategória alapú. Hogyha false-on hagyjuk, akkor címke alapú lesz a taxonómiánk, ha true-ra tesszük, akkor kategória alapú lesz. Jó, a rewrite itt is ugyanúgy érvényes, beállíthatjuk, ha akarjuk, de általában a taxonómia nevére fog beállítódni alapból. Jó, hozzuk létre akkor a taxonómiát. Ugye azt mondta a feladat, hogy címkét is szeretne hozzátenni. Nem tudok kitabolni. Elnézést. Visszajövök az adminra. Azt mondom, elnézést. Azt mondom megint, hogy add new. Nézzük meg ezt a weboldal felületről. Ha visszajövök ide, előbb azért voltak az üres zárójelek, mert ez a címkék akartak lenni. Ugye látjuk, hogy WordPress megint mindent adott nekünk. Ha rányomunk egy címkére, akkor ugye annak is van, hát abban valamilyen lista nézete. Már látjuk, hogy a WordPress legenerálta nekünk tökéletesen a dolgokat.
És még nem kellett mindig semmit programoznunk. Jó. Következő feladatunk az a tabok lesznek, hogy megoldjuk a tabokat. Ez már egy kicsit nehezebb dió, ezt az úgynevezett metafieldeken keresztül kezeljük, erre kicsit hosszabban beszélnék. A metafield az nem csak poszttípusokhoz csatolható. Viszont a WordPress külön kezeli a metafieldeket. Szándékosan nem nagyon beszélek ez az előadáson a userekről, mivel az egy teljesen külön téma lenne, de ugye van a usereknek metafieldje, a kommenteknek, a posztoknak. A taxonómiáknak még nincsen, már rengeteg plugin magának létrehozza a táblát, egyéb hasonló dolgokat, tervezik, hogy belerakják, de jelenleg még nincsen hivatalosan taxonomi meta API. Az összes nagyobb dologhoz van meta API. Igazából ez semmi másból nem szól, mint hogy az adott tartalomhoz, vagy tartalomtípushoz csatolva eltárolok egy-egy mezőt. Ez lehet bármi, tehát lehet egy név, egy dátum, amit mi szeretnénk. Ezt látni fogjuk mindjárt, hogy ez hogyan történik. Ha mi ezt kódból szeretnénk megtenni, akkor négy függvénnyel tudjuk ezt kezelni. Van az add post meta, update post meta, delete post meta és a get post meta. Ennyis, igen, ez csak a posztokhoz való csatolás. Jó? Tehát ezt elfelejtettem mondani. Amennyiben szeretnénk ezt típus nélkül megoldani, tehát bármilyen típushoz, akkor elhagyjuk a post szót belőle, és plusz lesz egy paraméterünk, ebben most nem mennék bele. Aki szeretné, az megnézi dokumentációból, de az előadás végéig nem fog ez kódban nekünk kelleni soha. Jó, van még két darab metódus. Ezzel két darab metódussal tudnánk ilyen boxokat létrehozni az adatlapján az adott típusnak. Ugye ezt mindig egy adatlapként kezeljük. Ha látjuk, azért 6 darab függvényt kéne kezelni, vagy metódust, attól függ, hogy nézzük, kéne kezelni, elég macerás, eleinte csináltam én is így, tényleg nem kevés munka egy mezőt berakni. Ehelyett én azt mondom, hogy ezt is meg tudjuk oldani pluginből. Pár kattintással. Ez az Advanced Custom Field, amit előbb föltettem. Elnézést, csak az egerem néha egy kicsit behal. Ha bejövök ide, akkor itt ugye egy üres csoport fog találni. A Custom Fields azt mondja, hogy field csoportokat csinálsz. Azért is írja ide föl. Nézzük meg, hogy hogyan működik és mi fog történni. Ha azt mondom, hogy hozzáadok egy új csoportot, adnom kell neki egy nevet. Láthatjuk a felületen, hogy azért szerintem adja magát a felület nagy rész, hogy mi történik, vagy mit kell csinálni, de itt az Add Field gomb. Lenyílt egy ilyen panel, nagyon sok mindent látunk, egy kicsit össze is vagyunk kavarodva talán. Azt mondjuk először, hogy adjunk neki egy nevet. Tab 1. Látjuk angolul is, hogy ez fog megjelenni a felületem. Ugye ez a tab field 1 ném, ez lesz az, ami az adatbázisba egy kulcsként fog eltárolódni, és a kódból, vagy bárhol, ha szeretnénk megjeleníteni, akkor erre kell hivatkoznunk a field name-re. Ez megint általában space és minden mentes, tehát szanitizált. Azt mondom, hogy van egy field típusom. És itt jön a csoda. A WordPress a custom fieldeket és típusokat nem szolgáltat. Tehát azt mondja, hogy ad egy rendszert, ad egy elméletet, egy technikát, de az, hogy ebben milyen adatot tárolunk, és ezt hogyan jelenítjük meg, hogyan kezeljük, ebbe ő nem szól bele. Ez a plugin rengeteg field típust elkészített. Miből is áll ez? Azt mondom, mit mondjuk, hogy akarok egy nem is textaréját, WYSIWYG editort betenni. Láthatjuk, itt a következő beállításoknál van egy required, egy kötelező. Már itt egy-két dolgot beállíthatunk a magára, a mezőtípusra vonatkozóan, tehát hogy full vagy basic toolbarja legyen. Aki már kicsit foglalkozott WordPress-el, az tudja, hogy a WYSIWYG editornak két beállítása van mindig. Pont ez, hogy full, tehát minden ikont kitesz, amit tud, vagy van egy alap basic, ami a WordPress core-ban van definiálva. Ez a Show Media Upload Buttons, ez annyit akar, hogy ha a Nóra állítjuk, akkor nem fog tudni képet, hogy médiát beemelni. Ez a Conditional Logic, ez számunkra most nem érdekes. Ez a pluginnak egy egyedi sajátossága, én sem nagyon használtam még, nem láttam rá alkalmat, amikor kellett volna. Jó, nézzük meg, mi történik.
Azt elmentem, és visszajövünk ide. És nagy hibát vétettem én is, mert rohanni akartam, itt van egy location. Itt láthatunk, azt mondja, hogy szabályok vannak, rule szabályok. Itt mondom meg azt, hogy hol jelenjen meg ez a field. Itt rengeteg fajta szabályt be lehet állítani a plugin enged. Mi azt mondjuk, hogy poszttípus is-equal, tehát egyenlő, és nem poszttal, hanem hírrel. De azt mondom, hogy ezt szeretném mondjuk az oldaltípusoknál is megjeleníteni, akkor így már mindkettőnél megjelenne. No, de mindig csak a híreknél szeretném most. Elmentjük, és ha visszajövünk ide, egy új hírt szerkeztünk, akkor láthatjuk, itt meg is jelent egy ilyen mező. És akkor itt megállnék egy picit. Az, hogy itt egy WYSIWYG mező jelent meg, vagy egy dátummező, akármilyen mezőtípus, azt már a plugin oldja meg nekünk. A WordPress csak arra ad lehetőséget, visszajövök ide a fóliára, hogy betegyünk ide boxot, tehát tudjunk az arra reagálni, hogyha a WordPress azt mondja, hogy hírek poszttípus szerkesztenek, akkor tudjunk reagálni. Ezt tudnánk megtenni az edek, vagy az AdMetaBox-szal tudnánk ezt megtenni, hogy reagálunk rá, és az Adaction-be tudjuk elmenteni, amit itt beírt, hogyha mentésre nyom az felhasználó. WordPress ennyit nyújt. Minden más, ami itt kinézetbe és típusba számít, azt mind a pluginek nyújtják. És azért is ajánlom mindenkinek ezt az Advanced Custom Field-et, mert tényleg szinte mindent lefed, amit általánosságban használnunk kell. Jöjjünk ide vissza gyorsan, létrehozom a másik két tabot, az ott, hogy három tab legyen. Teszek is egy ilyet csak érdekességből. Frissítem az oldalt. És ebben az esetben látni fogjuk, hogy tab 3 jelent meg. Ugye? Az utolsónál, csak szemléletes legyek, basic toolbart állítottam be. Jelenleg egyetlen egy gomb az, amivel különbözik. Ez azért jóval többe szokott lenni. Általában minden jobb weboldalnál van egy plugin, ami a TinyMC gombjait kiegészíti, és ugye ebből az egy sorból lesz négy gomba, négy sor, amin igazodjon el, aki használja. Én nem szeretem általában, de ugye nagyon sok segítséget tud nyújtani. Ezzel, hogy mi létrehoztuk a metafieldeket, mi nem tettünk mindig semmit, mert nem tudjuk megjeleníteni. Tehát itt nem jelenik meg a felületen. Ehhez viszont már akármit csinálunk, sajnos egy kicsit programoznunk kell, hogy értenünk kell valamennyire a programozáshoz. Ugye beszéltem a templétekről egy kicsit, én létrehoztam a hírek típusnak egy külön template file-t, ami így néz ki jelenleg. Remélem a kód mindenkinek olvasható, valamennyire. Nagyon egyszerűen működik ez a plugin, amit mutattam, az Advanced Custom Fields. Ő azt mondja, hogy a WordPress template tagre hajazik, és ugyanúgy szeretné, hogy használjuk. Tehát két függvényt ad nekünk. Ad egy get fieldet, amivel magával a fieldnek az értékét, tehát a mező értékét tudjuk visszakérni, vagy ad egy the fieldet, ami ugyanarra szolgál, mint a the title, the content, hogy az adott iterációban, WordPress iterációban a tartalom a mező értéke az adott posztra vonatkozóan kerüljön ki. Mi történik itt? Én csináltam egy egyszerű szerkezetet, azt mondtam, hogy ha valamelyik tab érték üres, akkor nem rakom ki a tabrendszert. Jó, ha viszont bele van írva minden három, akkor kirakom a tabrendszert. No, ez hogyan is néz ki? Tak jo. Jo.
egy másodperc türelmet, csak itt nem mondom, hogy ennek a dolgok, hogy én szeretném. Csináljunk gyorsan egy ilyen tabos posztot. Most kellett nem adunk. Ahogy láthatjuk, egy jQuery UI tab meg is jelent rögtön. Mindjárt átérünk arra, hogy hogyan emeltem a jQuery UI-t. De láthatjuk, itt van mindegyik, amit írtam a tabba, a három tabba. Ha visszamegyünk a kódra, akkor láthatjuk, hogy tényleg semmi más nem csináltam, mint ettől most tekintsünk el, tényleg ez csak egy programozási logika, semmi más nem csináltam, azt mondtam, hogy the field. Ugye, hogyha nincsen érték benne, akkor ez egy üres stringet fog visszaadni, tehát semmit nem fogunk a kódba bántani ezáltal, hogyha, ha nincs benne érték. Innentől kezdve a kezelése nem egy bonyolultság ennek az egésznek, és ezt még talán egy nem programozó is meg tudja tenni. Hisz ha azt mondom, hogy a WordPress-nek bemegyek a admin felületére, akkor a WordPress is nyújt kódszerkesztéshez nekünk segédeszközöket. Ugye a megjelenés menüpont alatt van egy testre szabás helyett szerkesztő elnézést. Ami egy plugin segítségével, az Advanced Code Editor nevezetű plugin segítségével egy kicsit kap egy-két plusz funkcionalitást, és itt át tudjuk írni. Tehát innen is tudnám azt mondani, hogy színű hírek. És most tekintsünk ettől a kódtól, azt mondjuk, hogy mi szeretnénk a title után közvetlen kiírni az egyet, mondjuk a kettes tabnak a tartalmát. Ez tényleg nagyon-nagyon kevés programozói tudással is meg tudjuk oldani. Melyik a szép? Jó kérdés, ott van. És ha visszamegyek ide mindjárt. Oké. Akkor ott a tab 2 tartalma. Jó? Kicsit elkanyarodnék a kód részletekbe. A Functions.php-t nézném meg jobban. Ez egy team, ezt a teamet mit csináltuk? Direkt a bemutató kedvéért, ez letölthető lesz majd az előadás után. Ez tényleg nagyon alapul van megírva, de minden oldalt és oldaltípus kiszolgál, és megjelenít megfelelően. Amikor az előadás anyagát állítottam össze, akkor nem tudtam eldönteni, hogy mennyire legyek szakmai, mennyire legyek gyakorlatias, mennyire mutogassam a kódot és beszéljek arról. Ez egy nehéz döntés. Nem tudom, hol járok időben? 3 perc? Hát akkor nagyon sok időben nem lesz, nagyon gyorsan eldarálom akkor a dolgokat, nem jutott már tényleg idő. Ami nekünk érdemesebb tudni, ugye ez az Add Team Supports, ugye ezzel tudjuk hozzáadni akkor a kiemelt képeket, hogy támogassa a WordPress. Ami számunkra nagyon érdekes, és azt szeretném elmondani még gyorsan, ez az action. Ez az action az akkor fut le, amikor a WordPress a JavaScript-eket generálja ki, ez két helyen fut le, a WP headbe és a WP footerbe, tehát a head és a footerünk generálásánál. Itt töltődnek be a JavaScript-ek és a CSS fájlok szabályosan és biztonságosan. Ehhez három függvényt kell, nem kettőt kell csak ismernünk. A WP NQ style, ezzel most a paramétereit nem mondom végig, ezzel tudjuk betölteni a stíluslapunkat, a fő stíluslapunkat, vagy bármilyen más stíluslapot. Akár ez lehet egy directory, ez lehet egy URL, ahogy látjátok, a jQuery UI-nak a dizájnját azt én is már a Google Ajax API-ról töltöttem be. Semmi más nem kell tényleg csinálnunk, mint azt mondjuk, hogy itt meghatározzuk a stílusnak a nevét, elérését, ennyi. Utána egy action-nel ez le fog futni. Ugyanez skriptekre is van. A skripteknél annyit kell még tudni, hogy van függőségi lista, nagyon gyors, van függőségi lista, ami annyit jelent, hogy mondjuk itt azt mondtam, látjátok, hogy egy paraméterből jQuery UI tabs. Ez azt mondja magába, hogy
amennyiben nincs betöltve jQuery UI tabs, ő be fogja tölteni. A WordPress egyébként támogat nagyon sok apit és betölt. Core-ba benne van, és így függőségek alapján tudjuk rá kényszeríteni, hogy töltse be a megfelelő függvénykönyvtárakat, amire szükségünk van. Jó, megpróbálom összefoglalni akkor tényleg pár szóba. Sajnos nem sikerült mindent bemutatni, és az volt, hogy egy napot tudnék beszélni róla, de ha sikerült azt a tudatot elfogadnotok és átvenni, hogy szemantikailag építsünk fel egy weboldalt és egy WordPress. Ha ez megvan, akkor láttátok, hogy a két plugin használatával nagyon gyorsan föl lehet építeni, úgyhogy a WordPress mindent előállít nekünk és ad SEO, egyéb hasonló dolgok, ugye. Ezáltal tényleg programozási tudás nélkül meg lehet csinálni nagyon-nagyon komoly weboldalakat. Pikpak. Ennyi. Akkor tudom a szót.